Sziasztok! Először is meg szeretném köszönni azt, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptam az előző komoly témámra. Ha esetleg valaki még nem látta, akkor leteszem a leírásra, mindenképp nézzétek meg. Rengeteg ember írt, és nagyon sok szülő is írt utána nekem, hogy nagyon sokat segítettem nekik, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, nagyon hálás vagyok ezért. Úgyhogy nincs megállás, komoly témákat mindenképp fogom folytatni, mert látom, hogy tényleg van miért csinálni ezeket. A másik, hogy ugye tudjátok, hogy én az Oxo Bubble Teával már nagyon régóta együttműködök, igazából én voltam a legelső videós, akihez fordultak, hogy együtt hozzuk be Magyarországra ezt a jó kis desszertitalt, és együtt kezdtük el ezt az egészet. És ugye tudjátok, hogy én már egy jó ideje ebben vagyok ebbe, és akkor mindig szokott új teám kijönni, amit összekeverek, és egy jó pofa kis videót csinálok hozzá. És eljött az az idő, hogy vége a hiszti teának, rengetegen szerettétek ezt a teát, és én is azt láttam, hogy szerintem ez lett az egyik legjobb kampány, amit készítettem. Tudom, azért kicsit amatőr lett a videó, de fejlődöm, és szeretnék menni egyetemre is, hogy tovább tudom fejleszteni a tudásomat, úgyhogy nagyon remélem, hogy majd fölvesznek, mindenképp majd értesíteni foglak benneteket, hogyha elmegyek az egyetemre, és sikerül, már voltam amúgy felvételizni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy minél minőségibb tartalmakat fogok letenni, ez a cél, mert hát szerintem már elvárjátok ti is, meg én is elvárom magamtól, csak most nagyon nehéz, mert érettségizem is, és mellette dolgozni, ugye videókat készíteni, nagyon nehéz. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien szerettétek ezt a teát, én is nagyon szerettem, és szerintem nagyon jó pofa lett a videó, amit készítettem hozzá, és tényleg rengetegen szerettétek. És ehhez a teához is készítettem egy történetet, amiben én leszek a mesélő, aki elmesélő, hogy hogyan is jött létre. Akkor, egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Csabi. Ez a senkerik Csaba, amilyen vékony, olyan bátor. Egy szép nap várta kedves legjobb barátját, Rubinát. Várta, és várta. Csabi vele fáradt a várakozásba, ezért úgy döntött, hogy felhívja Rubinát. Hol vagy már? Merész döntés. Na hol vagy már? Itt várok rád egy másfél órá, hol a francba vagy? Csabi, most komolyan minek sürgetsz engem? Nem hiszem el! Miért nem tudsz udvariasan válni rám egy fél órát? Ugyanolyan vagy, mint a többi férfi. Krisznai Rubina maga kedvességével végül megérkezik. Senkerik Csaba óvatosan megközelíti a veszélyes fajt. Senkeri! Lehet, hogy miután megcsinálom ezt a videót, nem lesznek barátaim. Nem mindegy. Mi baj van? Semmi, csak már annyira elegem vagy, tényleg. Manapság már minden fiúból kihajt az udvariasság, a lovagiasság, a kedvesség, minden is. És még csak jól se néznek ki. Ez mondjuk fájt. Miközben Csabi felteszi ezt a bátor kérdést, és Rubina elmagyarázza, hogy pontosan mi is a baja, Csabinak támadt egy nagyon jó ötlete. Ding-ding. Amúgy támadt egy ötletem. Itt jövök képbe én. Ugye tudod, most a Pola elkezdeti boszorkánsággal foglalkozni, felhívhatnánk, át tud segíteni benne. Tényleg, fel is hívom. Na. Én vagyok a hatalmas mágus, a boszorkány. A megváltó. Ja. És segítséget kér tőlem, kedves barátosném, Rubina. Szia, Rubi, mondjad! Szia, Paula, merre vagy? Otthon dolgozom, miért? Jó, de figyú, tudunk találkozni? Az a baj, hogy fontos megbízásom van. Basi téma lenne. Hali! Szóval miután kedves barátosném segítséget kért tőlem, nagy varázslatos vágási technikámmal oda teleportáltam őket. Nos, mi a probléma? Üljetek csak le. Teljesen kikészültem. Na? A mai férfiakban hiányzik az udvariasság, a lovagiasság, már semmi nem olyan, mint régen volt. Nem is tudom, valahogy te jutottál eszembe. Ó, én? Tudod, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha csinálnál valami bájtat. És elkezdődött a mágikus teakészítés. Tam-tam-tam! Szóval, akkor csináljunk ki szerelmi bájtajt? Hűség? Ez még mennyi hűség? Jó. Egy kis férfiasság. Udvariasság. Jó. Kedvesség. Csabi, megkóstolod? Van más választásom? Nincs.
Természetesen miért is gondoltuk volna azt, hogy Senkerik megúszza a videóban a normális szerepet? Dehogy is. Csabi! Hova? Most ugye csak viccesz velem. Na jó, változtass vissza, most azonnal változtass. Ne, tegyél le, most tegyél le! Miután Csabinak igazi énjét szintén felfedtük, elkészült a csodálatos szerelmi bájital. Úgy gondoltuk, hogy miért ne csináljunk még plusz kettőt? Csabinak is? Meg akkor már nekem is. Ha már itt tartunk, akkor csináljunk egy ilyen okosság bájitalt is, mondjuk kezdésképpen egy logikai százlábúval. Nem rossz ötlet. Akkor én beleteszek egy magas intelligenciára rendelkező pokot. Akkor az én részemről jöhet a minden tudószám. Vastad meg. Ajaj. Szóval akkor a másodok a megoldó képlet egyenlete az x1, 2 egyenlő b négyzet plusz mínusz gyakorlat diszkriminás osztva 2a-val. Ja. Ez erős ital lett. Most, ha már mind a kettőt megcsináltunk egy bájitalt, mi lenne, hogyha én is csinálnék egyet, mondjuk egy kis szerencse bájitalt, az mind a kettőtöknek jól jön. Amúgy tényleg igen. Szóval arra gondoltam, hogy mondjuk egy mázista patkányt beletehetnék. Még egy pozitív tücsökkel. Na jó, akkor ez pedig a bajmentes utakra. Tadá! És így elkészült a három bájital. A szerelmi bájital, az okosság bájital és a szerencse bájital. Menj, hódítsd el a szerelmed, itasd meg a bájitallal, vagy ha éppen vizsgára készülsz, így áll egy okosság teát. Ha éppen pedig szerencsére vágysz, akkor ott van a szerencse teám. És természetesen, hogy ne maradjatok ki semmiből, megmutatom azokat a jeleneteket is, amiket nem vágtam bele, mert hát egy-két gyöngyszem akad. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok el egy lájkot és iratkozzatok föl. Nagyon remélem, hogy ízleni fog mindegyik teám. Ha esetleg kitesztek róla a képet, akkor mindenképpen jelöljetek meg rajta, hogy láthassam, mert akkor kommentelni fogok és lájkolni. Köszönöm szépen, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Itt jön az a rész, mikor megmutatjuk, hogy Csabi mit csinál, mikor a két legjobb barátja távol van. Parkolok. Ez a szóval jár. Minden! Végül folyamatosan ilyen szerelem. Még a leszek, meg patkány. Kedves, erről nem tudnak még. Én egy béka vagyok. Jó. Tegyünk bele egy kis logikai százlábút. Magas IQ-val. 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 Okosságbájítal. Egy okosságbájítal. Kitépte fel a koronában. Te... akkor mit szólok bele? A jó utat? Jó? Jó utat. Az durcás vagyok, ugye? Így van. Semmi, csak már annyira elegem van, hogy tényleg a mai férfiak már egyáltalán nem udvariassak, semmi lovagiasság nincs bennük. Replay. Szasztutya. Annyira elegem van, hogy tényleg minden fiú már semmi udvariasság nincs bennük, semmi kedvesség, semmi udvariasság. Ez kétszer volt. Kétszer mondtad az udvariasságot. Tényleg! Eléggé eltűntek szerintem. Eltűntek? Eltűntek. Jó. Adjál! Sziasztok! Halló!